Békesség. Isten szent lelke áldja meg igére figyelésünket. Az igét Máté evangéliumából olvasom a 20. részből, a 29-től a 34 terjedő versekből. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme két vakült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörű rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották. Uram, Dávid fia, könyörű rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte. Mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek, azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Az utolsó dolgoknak, szavaknak, tetteknek súlya van. Az utolsó nap, amikor még valaki velünk volt, beleég a szívünkbe, emlékszünk minden apró mozdulatra. Az utolsó találkozás nyomot hagy. Ez a mai történet, amolyan elköszönés, lezárás. Végszó. Ez Jézus utolsó gyógyítása. Ezután Jézus Jeruzsálembe megy, hogy odaadja magát az emberért, hogy végigmenjen szenvedésének útján. Jézus még utoljára üzen ezzel a történettel, összegez, miért is jött el. Sűrített evangélium ez a történet. Saját megmentésünk történetének lépései rajzolódnak ki benne, amelyek nagyon fontos, hogy a mai napon újból belénk égjenek és életsegítségé váljanak. Az első lépés az, hogy fülej. Szűrt ki a zajokból Jézus közelítő lépteinek a hangját. A két vak meghallotta, hogy Jézus jön. Tudjuk, hogy a nem látók hallása sokkal kifinomultabb, mint a látóké kiszűrik a lényeget az őket körülvevő zajból, lármából. Nem könnyű ma kiszűrni a lényeget a sokféle zajból, lármából, amely minket körülvesz. Nem könnyű Jézusra figyelni, amikor annyi minden más kéri, követeli a figyelmünket, sokszor már tolakodóan is. Fülej talán még kifolyamultabban, mint eddig. Jézus úton van feléd is. A második az, hogy merj kiáltani. Merj hangosan kiáltani, teljes szívből Jézushoz kiáltani. Uram, Dávid fia, könyörű rajtunk. Kiálts. A kiáltás több, mint a megszólítás, a kiáltásban mindent egy lapra teszünk föl, a kiáltásban mindent beleadunk. A kiáltás a legőszintébb segítségkérés. A harmadik az, hogy kitartóan kiálts ahogy a vakukat is el akarja némítani a környezete, lehet, hogy téged is csitít, elhallgattat, elnyom, elveszi a kedvedet a hittől, a Jézusba vetett bizalomtól. Ne engedj a környezet nyomásának, ne engedd, hogy Jézus tovább menjen, hanem kiálts még erősebben. A negyedik az, hogy vállald a találkozást Jézussal. Vállald, hogy rákérdez, Mit akarsz? Mit tegyek veled? Ahhoz, hogy gyógyuljunk, meg kell neveznünk a betegséget. Fel kell állítani a diagnózist. Hol van életem nagy hiánya? Hol vagyok beteg? Honnan, hová akarok eljutni Jézussal? Az utolsó pedig az, hogy engedd át magad a teljesen Jézus megmentő szeretetének. Ha figyelsz rá és kiáltasz hozzá, ő megáll melletted és megszán szánalma több, mint együttérzés. Életed beteg pontját érinti meg, hogy helyreállítson. Jézus utoljára üzen arról, hogy ő azért jött, hogy szánja az embert. Tudjuk, hogy irgalmas szeretete nem áll meg a két vak meggyógyításánál, hiszen tovább megy a keresztig, hogy teljesen odaadja magát a mi helyreállításunkért. Jézus úton van, fülej, mert kiáltani, életet, hiányát elétárni, és bízd rá magad az ő irgalmas, gyógyító szeretetére. Hálából pedig a meggyógyult vakok példáján kövess tovább Jézust az úton. Amen.